Szerintem újra kell építeni egy kicsit a pártot. Talán most van az utolsó lehetőség. Sokszor mondtuk már ezt, de talán most, 2024. szeptemberében ez minden korábbinál igazabb. Csak a felelősségvállalási oldalába akarta bevonni Robert Fico a konszolidációs tervnek a megvalósításába az ellenzéket, tehát lényegében szentesítetni akarta az ellenzékkel is, legalább egy jelenléttel, hogyha már nem is rábólintással, az, hogy ez egy közös tervnek lesz a megvalósítás megvalósítása. Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a ma hét Média család nagyító című műsorát látják, ezúttal Somogyi Szilárddal és Rajköcs Péterrel. Üdvözlöm én is önöket. Két témával jöttünk ezen a héten is, az első pedig Robert Fico meglepő döntése, húzása. Ugye hétfőn jelentette be, hogy kett délelőtre meghívja az ellenzéki pártokat, hogy beszélgessenek egy kicsit a konszolidációs intézkedésekről. Hát nem vártuk Robert Ficotól, főleg a májusi merénylet után, hogy most az ellenzékkel fog úgymond jópofizni. Valóban ez jópofizás volt szerinted, mert szerintem nem. Hát inkább egy poén, így azt mondhatnánk, ugye, ami az első tíz másodpercben meglepetésként hat. Gondolom ezzel így vannak a nézők is, illetve mi is, hogy, hogy fölkapjuk a fejünket erre, hogy, hogy egy ilyen lépés lép Ficó. Csak talán, és ez nem jellemző Robert Ficóra, talán, mint hogyha nem lett volna a következő két lépés hozadéka, vagy arra adott reakció átgondolva, ugye, mert így a végkicsengésébe, végkifejletébe azt mondhatjuk, hogy visszafelésült el a fegyver. Miért gondolod, hogy visszafelésült el? Hát azért, mert annyira, Annyira nyilvánvalóan csak a felelősségvállalási oldalába akarta bevonni Robert Fico a konszolidációs tervnek a megvalósításába az ellenzéket, tehát lényegében szentesítetni akarta az ellenzékkel is, legalább egy jelenléttel, hogyha már nem is rábólintással, az, hogy ez egy közös tervnek lesz a megvalósítása. Na most ugye az ellenzék egy része el sem ment erre a találkozóra, a másik része még nagyon határozottan megfogalmazta azt, hogy ez nem az ő biznisz meg se voltak hívva, ugye hát a, a tehát Matovicsék meg se voltak hívva, végül is az SZSZ nem ment el. Érdekes ez az egész találkozó annak fényében is, hogy láttuk azt, hogy múlt héten leváltották ugye a PS elnökét a parlament alelnöki székéről, majd bejelentették a konszolidációs csomagot, mint hogy ez is egy kis elterelés lett volna, ahogy kollégák a múlt héten is elmondták, és most pedig ismét a koalíción belüli problémák ról szerették volna így a figyelmet elterelni, hisz Dankonak voltak érdekes kijelentései a múlt hétvégén, azóta már Tomás is megszólalt, hogy ez így nem működik, és látjuk azt, hogy problémák vannak. Szerdán Huljak a parlamentben kelt ki az egyik képviselő társával szemben, széttesőben volna esetleg a kormánykoalíció. Tudjuk, hogy pont egy évvel lesz a választás, vagyunk az a választások után, ennyire rövid ideig bírta a koalíció. A kérdésre ugye azért nem lehet egy egyszerű igent mondani, mondani, mert itt van a képben Robert Ficónak a személye, aki az ország egyik legtapasztaltabb, vagy az aktív politikusok közül talán a, leg a legtapasztaltabb e, politikus, és nagyon csodálkozok én is, meg talán te is, meg talán a nézőink nagy része is, hogy hogy történhetnek meg azt, amit most ilyen szépen eltárszerűen te is felsoroltál, hogy hogy történhet meg ez két hét alatt, miközben az egész fölött Robert Ficó személye áll. És ez szerintem a, e, a nagy a lány ez egyáltalán. Hát ott van van Danko, aki teljesen kiszámíthatatlan, meg az egész pártja, amely nem is egy párt, hanem különféle egyéniségeknek a egyvelege, akiket lényegében a pénzen kívül, vagy a hatalomhoz való viszonyon kívül nem tart össze semmi. Hát lehet, hogy bizonyos szempontból kiszámíthatatlannak tűnik Dankó, de nem hülye, hogyha ezt így mondhatjuk, ugye, mert ma már a politikában szinte majdnem minden jelző elhangzik. Tehát az, hogy most egy ilyen fölfordulás van, vagy legalábbis fölfordulásnak látszó események vannak a koalíción belül, én nem zárnám ki, hogy ez nem valamiféle irányított tervnek a része. Nem tudom erről neked mi a véleményed. Hát, tehát, ha arra hogy... gondolsz, hogy így szeretné megszerezni a parlament elnöki széket, akkor én ezt elég elvetemült ötletnek tartom, főleg azok után, hogy hát ismerheti már 2016 és 2020 között vagy hát legalábbis 18-ig ismerhette Ficónak a irányítását, tehát azért nem hiszem, hogy belemegy gyarogatásba. Ugyanúgy Pelegriniék is, mert azért hiába ott van az elnöki palotába Pellegrini azért biztosan ráhat a halászra és estokra is ráhat, tehát nem fogják olyan könnyedén átengedni Dankonak a parlament elnöki székét. Azok után, hogy főleg ilyeneket művel, tehát hogy folyamatos zsarolásban tartja a lényegében a másik két pártot és hát a konszolidációs csomagot lenyomni az emberek torkán úgy, hogy még a koalíciós pártok is különféle irányba beszélnek, az nehéz lesz. Hát 2,7 milliárdot akarnak bezsebelni ehhez a pénzhez, egy jelentős adóemelés társul, amely, ahogy ezt a lapunkban is leírtam, tehát a Magyar Hétben is olvashatják az olvasók, szerintem egy nagyon elhibázott lépés volt, mert ez az adóemelés lényegben mindenkit fog érinteni. Hiába beszélhetünk arról, hogy a szociális intézkedések maradnak, és a legszegényebbeket így vagy úgy támogatja a kormány, de hát a 23 százalék az több lesz, mint a 20. Élelmiszernek az adója lehet, hogy alacsonyabb lesz, de minden más drágább lesz, így végső soron az élelmiszerek is drágábbak lesznek, tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt hogyan gondolja a kormány, hogy ezt le tudja nyeletni az emberekkel, főleg úgy, hogy a kommunikációk nem e, megfelelő. Láthatok, hogy Kamenyicki is e, hogyan hogy és e, Ugyan úgy tűnik, bukott... sokszor, ugye, mint hogyha épp akivel épp beszélnek, akkor jönnének el, hogy plusz még milyen lehetőségeket kéne megoldani, vagy milyen változásokat kéne a saját maguk által beterjesztett terbe eszközölni. Tehát én enget meglepett az, hogy ennyire törékeny ez a kormánykoalíció, mert az elejétől kezdve nem így tűnt. Most már nem vagyok annyira biztos abban, hogy még három évig kibírják. Lehet, hogy így van, tehát, hogy a dolgok természetes folyását látjuk. Én mondom, még egyszer visszatérnék Ficó személyéhez. Tehát én úgy gondolom, bár ezt természetesen valamiféle jegyzőkönyvekkel nem tudom alátámasztani, hogy Ficó szabadjára engedte Dankót, kezdjen a hlasszal azt, amit tud, és miután majd ennek a boxcsatának egy negyed év múlva, fél év múlva vége lesz, akkor egy meggyöngült halaszt sokkal könnyebben be tud darálni a szmerbe, tehát vissza tudja állítani a régi rendet, amikor közvetlen irányítás alatt van a e, politikusoknak, a, tehát a smer politikusoknak a túlnyomó többsége, illetve a rájuk kapcsolódó választói réteg. Tehát én, én, én túl éli ezt a kormány? Túl hát, éli ezt a én furcsálom azt, hogy egy ficó vezetés mellett előfordulhat az, amit Dankó csinál. Tehát ezt büntelenül nem lehet csinálni egyébként. E, tehát én úgy gondolom, hogy az előbb-utóbb ennek valamiféle ficó számára pozitív eredménye fog Zárulni. Érdekes ez a megközelítés. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt a HALASZ ennyire fogja engedni. Látjuk, hogy most megy, a, ahogy te is mondtad, ez a csata a két párt közt, de hát a, ha csak a preferenciákat nézzük, jelentős a különbség. Jó, az EP választásokon már nem volt a HALASZ olyan erős, mint egy évvel ezelőtt, de az aztán ez meg nagyon gyenge volt. Hát ugye itt személyek között is megy a harc, tehát egyre inkább kirajzolódik, hogy Sutai Estók nem olyan népszerű, nem tud akkora tömelyeket megmozgatni saját személyes vonzerejével, hogyha mondhatom így politikai vonzerejével, mind ahogy ezt eredetileg gondolták, hogy helyettesíteni tudja Péter Pellegrini. A azt gondolod, hogy azt remélték tőle, hogy Pellegrinihez hasonló a azt, az, 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 volt, ugye, tehát volt neked nagyon, hogy és mondjam, tehát egy nagyon rövid távon, egy nagyon gyors bemutatkozása, ami predestinálta az, hogy meg lesz oldva a a vezetésének a kontinuitása, és most úgy tűnik, hogy megint csak igazolódik az, hogy az, aki egy jó másodhegedűs, az nem biztos, hogy első osztályú rímás lesz. Ha már a másodhegedűsökről, meg az első hegedűsökről van szó, hozzá te is egy témát, ami talán még inkább érint bennünket, ugye a hétvégén jön a tisztújítás a Magyar Szövetségben. Mégis mit tudhatunk erről? Hát ugye ezt mondhatjuk azt, hogy bárki ezt a témát a műsorra tűzte volna, hiszen nézzünk csak körül itt a stúdióban, hogy minden a szlovákiai magyar közösségről szól. Tehát régen, ugye amikor elkezdődött az, hogy itt önálló politikai képviselettel rendelkezhet a magyar közösség, egy ilyen kongresszusnak, egy tisztújító kongresszusnak azért sokkal nagyobb volt az előszere, mint amit most tapasztalunk, annak ellenére, hogy aki a politikával foglalkozik, vagy a közélet iránt valamiféle érdeklődés mutat, az mind mindenképpen számot tartja ezt, de, de nincs már olyan, olyan meggyőző ereje, hogy ez, ez most valami nagy vízválasztó lesz. Nem is bízom abban, hogy ez a szombati döntés jelentős mértékben befolyásolhatja a felvidéki magyar politizálást, mert én azért bízom benne, hogy új irányba haladhat a part. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az elképzeléseinket egy 2008-9-ben lejárt menetrendhöz viszonyítjuk. Tehát az, hogy mennyire vagyunk késésbe vagy mennyire vagyunk <kül> pontosak. 15 évvel le vagyunk maradva? Hát ugye addig volt érvényes az, hogy tömszerűen politizál a magyarság, tehát hogy egy párt képviseli etnikai alapon a szlovákiai magyarságot. Azóta mondjuk úgy, hogy más koloritok is megjelentek a politikai palettán, tehát most már ideológia alapon is választanak a szlovákiai magyar nemzetiségű választópolgárok, akik néha nem elsősorban, tehát ennek a 2010-ig érvényes menetrendnek a elképzelése, vagy pedig a leírata alapján adják a szavazatukat. Tehát polarizálódik a közösség, politikailag is ugyanúgy, mint a többségi a szlovák közösség. Én szerintem kezd a normális felé tartani most ez a folyamat. De hát az, amit mond az Abba, az is következik, hogy lényegében nincs is nagyon lehetőség arra, hogy a parlamentbe visszajöjjön egy közös magyar párt, vagy egy, hát most már csak egy magyar párt van lényegében, mert hogyha a szavazatok eloszlanak, ideológiak másfelé tendálnak a, akár a felvidéki magyarok, akkor erre nincs is mód. Akkor el is kell felejtenünk azt, hogy itt 5%-os határt tudunk átlépni. Hát én ugye mindenképpen emlékeztetnék Gyimesi Györgynek a sokat utána először ostorozott, aztán pedig megfogadott a kijelentésére, amit mindjárt a választások, a 2023-as választások másnapján megfogalmazott, hogy vége van az önálló magyar politizálásnak Szlovákiában. És ugye tehát például a mi kiadónk is ennek a gondolatnak a megerősítése, vagy pedig cáfolása érdekében, hogy ebből kiindul, vagy hosszú, több tucat közéleti embert megszólító interjúsorozatot mutattunk be. És ugye mindenki leteszi a garast, amellett, hogy igen, erre szükség van, tehát ahogy te is mondod, hogy a ez nem egy györgy is így gondolja. Én szerintem, úgy, hogy most is úgy gondolja, amit egy évvel ezelőtt mondott, ugye a helyzet leírása úgy tűnik, hogy pontos, és azt, amit tevetettél föl, hogy vajon veszélybe kerül-e, tehát hogy az önálló bejutásnak a kérdése, én szerintem igen, teljes mértékben abból kell kiindulni, hogy hogyan lehet valamiféle alternatív módon azt a gondolatot bejutatni a parlamentbe, ami az embereket nemzetiségi, etnikai alapon fogja össze. Az is egy érdekes felvetés, ami ugyancsak elmondtál, hogy talán már az embereket nem annyira érdekli ez a tisztújítás, tehát hogy nincs annyira benne a közbeszédbe egyszerűen az, hogy ki lesz az új pártelnök. Emlékezhetünk arra, hogy itt az elmúlt 15 évben végül is, amikor megtörtént a szakadás, még az MKP-n belül, voltak pártelnökök, akiknek a munkáját mindenki úgy értékeli, ahogy, de nyilvánvalóan folyamatos volt a harc azért, hogy az 5 ot valahogyan elérjük. Voltunk ehhez közelebb, meg távolabb is, nagyon közel kevés alkalommal volt, vagy hát lényegében nem volt a párt, tehát nem voltunk az 5 hoz olyan közelségben és talán most már kiábrándultak az emberek is, Úgyhogy hát ez, ezt, már el kell engedni, és más célokat kell meghatározni. Most választások sem lesznek. Én azt gondolom, hogy a új pártelnöknek legyen az a négy jelölt közül bárki is. Elsősorban az az a feladata, hogy ezeket az üzeneteket el tudja juttatni, mert az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy itt akár a portálon is olvashatták, nagyon kevés sajtó információ jelent meg a pártról. Tehát, hogy kevésszer mondta el akár a Magyar Szövetség bármilyen képviselője azt, hogy most mi az, ami történik az országban. Gondolhatunk itt mondjuk egy konszolidációs csomagról is, ami múlt hét óta bejelentettek, és hát nem nagyon látjuk azt, hogy a Magyar Szövetség hogyan vélekedik erről, de voltak más dolgok is. Tehát szerintem újra kell építeni egy kicsit a pártot, ha ez nem sikerül, akkor pedig akkor lényegében igaza lehet Gyimesi én mondjuk nem tartom az ő véleményét jelenleg, hogy az etnikai politizálást már be kéne fejezni, de talán most van az utolsó lehetőség. Sokszor mondtuk már ezt, de talán most, 2024. szeptemberében ez minden korábbinál igazabb. Hát, ahogy ugye mondtad az előbb a gondolatodnak a fölvezetésén, hogy nem mozgatja meg az embereket ez a tisztújító közgyűlés, én szerintem nem elsősorban maga az esemény, tehát az, hogy lesz egy ilyen közgyűlés, hogy ez nem érdekes, hanem azok az üzenetek, amit a jelöltek eljutatnak a választók, vagy pedig a pártagok felé, azok nagyon neutrálisak és semmit mondóak. Tehát elsősorban a párt reformjáról van szó, a kommunikációnak a reformjáról. Ami nem az embereket Tehát egyik se olyan, ami az embereknek a helyzetét jobbá teszi, vagy pedig az Kerekeit, valamilyen módon képviseli. Tehát én szerintem egy választópolgárnak teljesen mindegy az, hogy a pártnak milyen a struktúrája, hogy vannak-e például mondjuk regionális igazgatók, vagy nincsenek-e, milyen az aktivistáknak a megközelítése, vagy az van, a az önkénteseknek. Ez legyen, ez mindig ugye ezek, ezek a belső végrehajtási dolgok. Ajánlom én is a nézők figyelmébe, ami nálunk volt, egy, ugye, egy, nálunk volt talán csak egyetlen kerekasztal beszélgetése az összes jelöltnek, ami hát egy kis túl azt mondhatnám, hogy holt költők társasága volt. Tehát ugye e, csupa olyan dolgokról beszéltek, ami nem a választókat érinti, hanem elsősorban a pártot érinti. Tehát nem volt szó arról, hogy akkor most lesz-e délszlovákiai e, magyar dominanciájú megye, vajon fogják-e kezdeményezni a benes dekrétumok által elvett földek e, utáni kárpótlást. Tehát, hogy olyan kérdéseket, amik alapjába érdeklik az embereket, és esetleg jobban érdekelnék, mint az, hogy azon gondolkodjanak, hogy mit tudom én, a progresszív, a most mit gondol A vagy B vagy C kérdés. Nem akarom védeni a jelölteket, de gondolhatják úgy, hogy ez majd akkor lesz a feladatuk, hogyha elnökök lesznek, és most elsősorban a párton belüli embereket kell meggyőzniük, nem a, a választópolgárokat, hisz nem ők döntenek arról, hogy a, B, C, vagy D lesz a párt hát tehát lehet, hogy ezért is van. Én azért meghagynám nekik a teret arra, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban biztosan lesz téma, hisz ahogy említettük, azért elég sok minden zajlik a szlovákiai politikában, tehát lesz mire reagálni, és talán ebből építkezni is lehet. Egy ilyen kormány lehetőséget ad arra, hogy akár elemélelményeket fogalmazzanak meg, meg arra is ad, hogy esetleg valamilyen kapcsolódási pontokat is találják meg, hisz már arról is sokszor esett szó, hogy azért a magyar kormányjal való kapcsolat akár a szlovák kormány részéről, akár a magyar szövetség részéről átlagon felüli, tehát akkor ezt is lehet, tovább lehetne fejleszteni. Igen, ez egyetértek. Viszont van itt egy érdekes paradoxon, tehát az, hogyha ugye a kommunikáció hiánya, vagy a kommunikáció szükségessége az nagyon domináns minden egyes beszélgetésbe. Én megszámoltam, tehát Gyimesi György, akit már ugye említettünk, a nyár kezdete óta, a nyár végéig 117 állásfoglalás posztot bejegyzést tett középolitikai témába a saját közösségi hálói profilján. Az összes négy jelölt vagy meg se szólalt ez alatt az idő alatt különböző politikai kérdésben, vagy pedig nagyon gy gyéren és halkan hallotta a hangját, a pártról nem is beszéve. Miközben az, aki aktív, az ugye egy, inkább arra vágyik, hogy sorkatonai szolgáltató, a párton belül, akik meg nem kommunikáltak, azok meg arról beszélnek, hogy kommunikációra szükség van. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes lesz figyelni, hogy hogy fognak esetleg ezek a gyakorlatok megváltozni. Hát meglátjuk, és azt is meglátjuk, hogy akár Magyar Szövetséget kivezeti, vagy Robert Fico tervei hogyan valósulnak meg, lesznek-e kormánypartnerei, lesznek-e olyan koalíciós partnerei, akik a továbbiakban is együtt tudnak működni, vagy esetleg egy előrehozott választások lesznek. Erről és sok minden másról is olvas a Magyar Hét heti labban, vagy akár a ma mahét.sk portálon. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra!